Nézés, is! Ne csak hallgass! millásreggeli.hu Na itt eldumáltuk az időt, meg elkutyusoztuk, meg minden, elfőztük, úgyhogy gyorsan nézzük, hogy mi van a lapokban, aztán utána szerintem rögtön át megyünk a tőzsdei szituációra, zene nélkül, mert nem fér bele. Balást, mit találtál? Én kérlek szépen egyrészt a napi.hu-t nézegettem, hogy mivel kezdenek ma, és hát a különböző áruházak, alapvetően élelmiszerboltok, diszkontok, hiperek, szuperek házhoz szállításáról van szó, egy felmérés készített a napi.hu a kutató segítségével, amiből az derült ki, hogy ha lenne házhoz szállítása a akkor azt nagyon csípnék a kedves vásárlók, de ugye neki nincs. Korábban nyilatkozta a cég, hogy azzal nem fognak nagyon sietni, mert az egy nagyon költséges mulatság, ugye annak a kiépítése, bevezetése, és hát tudjuk, hogy ezek a hard alacsonyáron alacsony áron, alacsony áréssel dolgoznak, tehát az, hogy beleférjen nekik egy munkaintenzívebb történet, hát a fel hogy a munka intenzívebben, ugye hát a fuvarozás logisztika része az igen, az, az költséges fenntartani, aztán, hogy alapvetően jobban lehet vele keresni, azt, azt nem tudom, egy ilyen élelmiszer jellegű, vagy ilyen mindennapi cikket forgalmazó üzlet esetén, de az biztos, hogy még egy kicsit várnak erre. Korábban a, az egyik vezetőjük, azt mondja, próbálom meg találni, hogy uh, Kisnyi Géring Gering nevű úriember szerint a Lidl soha nem lesz egy Amazon vagy Alibaba, és nem is gondolja úgy, hogy egy, -egy új üzleti szegmensben mindig az elsőnek kell lenni, hogyha ez azt hiszem pedig azt vetíti előre, hogy még várnak egy kicsit. Bár kétségtelen, hogy az Aldi az lépett, és hogy ez nem hozza el kényszer helyzetbe a Lidl-t, úgyhogy ez még egy érdekes momentum, majd meglátjuk. A másik helyen egyébként a pár van, akinek egyébként működik a házhoz szállítási, szolgáltatásra, és hát egy csomó mindent mértek és kérdeztek, hogy ezt a napi.hu lehet elolvasni. Na hát nyilvánvalóan elég sokan foglalkoznak a szombati nagy bejelentéssel. Ugye egy négy lépcsős gazdaságvédelmi újabb program, vagy írtva ennek a programnak a feltupirozása volt az, amiről a kormányfő beszámolt szombaton. dolgozó szobájából, ugye, mint megszoktuk, a Facebook oldalára tette ki a kormányfő az üzenetet. Most nem feltűrt ingújjal szólt a néphez. Minden esetre fogunk foglalkozni a lakáspiaci vonatkozásaival ennek a bejelentésnek, mert hogy beszélünk 7 óra után palkopistával, és ő majd elmondja, hogy mi a helyzet a hitelekkel, meg a moratóriummal. Kettő másik aspektusa van, ami érdekes nagyon. Az egyik, hogy azt mondták, hogy. A kis és közepes, azt mondta Orbán Viktor, hogy a kis és közepes vállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók iparűzési adóját január 1-től a felére csökkentik, mint egy ilyen kvázi segítség. Azt mondta, hogy De ezek a... kvázi segítség, ugye ezt korábban mi magunk is elkésztük az ötletet, hogy alapvetően nem ez a segítség az a Hát most gondolj bele, most mennyi... Igen, szóval, hogy ha csak a a legkisebbeket nézzük, a mikrókat, katás vállalkozókat, stb. Itt egy ilyen 25 ezer forintos költségről van szó, de nyilván ez változhat. De az a lényeg, változhat, hogy... Mert forgalomfüggő. Igen, történt. forgalomfüggő, így van. De Dehát hogy... akkor is ugye a, a bérköltségek, bérterhek azok továbbra is sokkal magasabbak, és uh, ugye korábban már az ötletnél mi is elmondtuk meg azóta számos szaki, hogy uh, az, aki tud fizetni éparizési adót, annak van forgalma, tehát akkor a nagy bajban nem biztos, hogy van. Viszont aki nem tud, annak meg kicsi a forgalma. Tehát magyarul, akinek van miből elfelezni, és esetleg számít, mert akkor a tétel az valószínű jól pörög, igen. és Ráadásul az iparüzési adó az önkormányzatokhoz folyik be. Ugye hát, az önkormányzatok igen. kasszája egyébként is meg van csapolva a különböző intézkedések miatt. Ez egyébként például Budapest esetében a főváros bejelentése szerint egy lánccit felújítás nyi pénz még, úgyhogy ilyen képpel élt. Ahhoz a, a hiány az, hogy már eddig is 88 milliárdos, Igen. ugye, mert ugye a korábbi városvezetéshez képest jövőre ö, ekkora vagy ennyivel kisebb büdzsével gazdálkodhat a főváros. Aztán szépen. a másik bejelentés az, hogy ideiglenes bezárásra kényszerülő vállalkozásoknál ugye januárban, decemberben is a bérköltségek kétharmadát átvállalják, illetve a járulék fizetést elengedik. Ez ugye a vendéglátóhelyek, szállodák idegenforgalom mellett kiterjesztik a szünetelni kényszerülő magántulajdonú buszos vállalkozásokra is. Uh -huh. um, ez Emellett azt kell, hogy mondjuk, hogy sok olyan információ van az idegenforgalomból, turizmusból, hogy ez a nyár volt a legjobb eddig valaha. Úgyhogy érdekes, érdekes kettősségeket szül. De ez onnan jön. Hát, volt? Figyelj, hát olyanok. Hát például a Balaton környékén ugye gyakorlatilag nem tudtak elutazni sehova az emberek, Balaton Aha. környékén pedig több olyan szállásadó volt, akinek minden neki volt adva, folyamatosan uh -huh. azt mondta, hogy a legkomolyabb időszakban nem volt annyi. annyi Eladott, és, és egyébként ők is megkapták a támogatásokat, meg, meg mindent, úgyhogy hát nagyon érdekes, hogy ki hozta. A forgalmuk is jó volt, segítség is volt. Igen, jött, igen, jött, igen. Jött, de ez, jött, mond, jött. ez nem egy általános kép, csak lehet, lehetett így, hallani nem. ilyeneket. Volt olyan hallgatónk, aki beírta többek között azt, hogy ő mit tapasztalt. Hát mindegy, a lakáspiaci dolgok, dolgokról, tehát a, ennek a négy bejelentésnek a a hitel moratórium meg az új uh, fel, lakásfelújítási hitel részéről majd beszélünk 7 óra után. Hol zárt? Hol nyit? Mi a story! Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. tűzdei helyzetkép következik. Na, mi történt pénteken, Budapesten? Pénteken esett a BUX 1,1%-kal 41.614 pontra, ez 473 pontos uh, csökkenésnek felel meg. Egyébként nagy volt a forgalom, 28 milliárd. és ah, csak az OTP tudott <coughs> erős, igen, az bőven a kétszerese az átlagnak. És uh, egyedül az OTP tudott erősödni a vezető részének közül, az 10 forinttal vagyis majdnem egy tized 13.540-re. A többiek estek, a MOL például 52 forinttal 2120 forintra, ez 2,4 os százalékos mínusz, azért ez egy méretes. A Magyar Telekom az 3 ,50 forint 50 fillére, vagyis 1 százalékkal került lejjebb 370 forint 50-re, a Ritel Gedeon részvényei pedig 155 forinttal, vagyis 2 százalékkal gyengültek, 7315-re, és én a kicsik közül azt láttam, hogy a Waberez, az jó produkált 2% körüli pluszokat láttam, vagy a fölött itt, hát hogy az árás mi maradt, azt meg kéne keresnem. Azon most, nézt, azt néztem, hogy mi volt a, a forgalomnak a hajtómotorja, hogy a Richterrel kapcsolatban voltak információk, de hogyha az egész heti forgalmat nézzük, akkor azt látjuk, hogy az OTP vitte a Primet, igen, hát a péntekiből mindig... ebből a nagyból a felét aha. Na, aha. az OTP adta, Mert igen. hogy összesen egész héten több mint 45 milliárd, majdnem 46 milliárdos forgalommal zárt az OTP. Ehhez képest a az 20, a Magyar Telekom körülbelül 1 milliárd, és a Richter volt még 9 milliárd forint, úgyhogy a nagyok közül az OTP nagyon erősen domborított a múlt héten. Na nézzük, mi van Amerikában, vagy hát hogy honnan indulunk ma pénteken egy negatív napot tudott magának az amerikai piac hát a NASDAQ éppen hogy mínuszban zárt, a többiek egy picit több, a Dow Jones majdnem fél százalék az S&P 0,3 százalékos mínuszsal fejezte be a kereskedést a nagy papírok közül az Apple 1,6%-kal vesztett értékéből, vagy ennyit a Citigroup szintén, a GE 0,8%-ot, a Google 1,2%-ot, és a Microsoft is 0,6%-ot. Hát lényegében azt lehet mondani, hogy körülbelül ilyen, ilyen volt a um, hangulat. Fél százalékos mínuszban a Bank of America, másfél százalékosban a Ford, az AT&T 0,7%-os mínuszban. És még a nagyok közül, akik csúnyán szerepeltek, ez az Occidental Petroleum 3,4%-os minusszal. A legaktívabb papírok között volt a Coca-Cola is, ők azonban majdnem 1%-ot erősödtek. És kikerősödtek még, azt mondja, hogy például a DuPont azt mondja, hogy 2,6%-kal, a traktorgyártó DIR 2,3%-kal, az Oracle és a Twitter mind 2,3%-kal. A nagy veszteseknél meg a Fedex volt ott, képzeld el, majdnem 6%-os mínusz volt a Fedexben. Különböző ingatlanipari cégek is ö, csúnyán jártak. Úgyhogy nagyjából ezt lehet elmondani az amerikai piacról, illetve nem tudom, nézted -e a Teslát? Bitcoint. nem Bitcoin. Nem tudom, én sem néztem, te szoktad nézni a Teslát, és azért kérdeztem, hogy láttad. Mert Elon kapcsolatban voltak hírek, mert egy Bitcoin riválissal kapcsolatban nyomott ki egy tweetet, majd az rögtön 20%-ot erősödött. Úgyhogy igen, meg, meg a SpaceX is megint végrehajtott egy sikeres Dogi ür... coin. Dog, dog, dog coin, ez volt erről. erről. Do Doge, az a, az a neve ha. ennek a, a Musk szerint Bitcoin riválisnak. Hát ez nem biztos, hogy így van, de minden esetre 20%-ot jelentett neki az, hogy erről tweetelt. E, igen, és hogy az S&P 500-as részvények közül azt mondta, hogy a Tesla lesz a leg, legnagyobb S&P 500-as részvény. az meg 6%-ot jelentett. Az meg 6%-ot jelentett pluszba. Persze nyilván ma lép be az S&P 500-asba a Tesla, de hogy azért messze van attól, hogy ő legyen a legnagyobb, mert ott azért elég komoly játékosok vannak, viszont elég jól megugrott az árfolyam ezek szerint. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Azt mondja a Czoller Andika, aki a híreket fogja nálunk, vagy szerkesztette már a híreket, és majd el is mondja őket, hogy itt vagyok, mondanám, hogy ragyogok, de egyelőre csak éledezem. Hát reméljük, akkor csak reméljük hogy már szerkesztett híreket, és el is tudja mondani, és az éledezés végére ért, és már teljesen ragyog és toppon van. Ez perceken belül, vagy pillanatokon belül kiderül, és hogyha sikeresen elmondta a friss híreit, akkor utána mi visszajövünk, és folytatjuk a Millás reggelit. Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millasreggeli.hu oldalon. Millás reggeli, a vizuális rádió műsor. Műsorunkban természetesen.